Szia, kakaó! Kutyi, gyere szépen! Kakaó! Gyere ide! Kakaó! Gyere! Gyere ide! Ah, elvesztette az érdeklődését. Hát szia, te szépség! Hát milyen kényelmesen elterültél. Na, szia! Jaj! Szia, szia! Hello mindenkinek, és üdvőre a csatornán! Egy újabb különleges vendégem van méghozzá, Vivien. Sziasztok! Vivien lett a nyertese az EU-Cerin játéknak, és már együtt töltünk néhány órát. Az első helyszínünk pedig a Style Bar, ahol is egy frankó frizurát fogunk kapni, de most lesz hajvágás is. És egy nagyon szép sminket is a végén. Van már elképzelések, hogy mit szeretnél a hajaddal? A végéből mindenféleképpen vágatok, aztán még így a formáról nem döntöttem, még meglepetés, így magamnak is. És a sminkben miért szeretnél, valami napit, vagy egy kicsit erősebbet? Nekem jó, hát a durvulás. Tényleg? Istenem, ezt imádom. Imádom. Jó, hát a sötét, szem, meg a hangsúlyos ajkak, bármi. Büszke vagyok, nagyon. Sőt, mikor beszélgettünk, idefele jövet, Vivi mondta is, hogy suliba sem gond neki, hogyha valami durvább rúst tesz fel. Én mindig telek. Úgy vagyok én, szerintem. Olyan boldog vagyok, hogy ilyen pesgőtársam van. Hát én is egyébként azon gondolkodtam, hogy valami durvább sminket próbálnák ma ki, mert rajtam jelenleg csak BB krém és szempillaspirál van, bár Vivienen egy isteni rúzs. Amit már megtudtam, hogy egy Max Factor darab. Max Factor, igen, ez a waxos. És gyönyörű, igen. Állandóan azt kell néznem, bocs, de muszáj. Úgyhogy, tehát most nekiállunk a mi kis programolásunknak, és első helyszínünk az a fodrászszék lesz ott hátul, ugyanis hajmosás következik. Mertünk? Mertünk. Sikerült rájönnöm, hogy nem állítottam be az arckövető fókuszt, úgyhogy no gond, de most már éles az, amit láttok, és az Olaplex kezelésen túl vagyunk, én már most itt vizesen érzem, hogy mennyire puha a hajam. Ez egy nagy érdekesség egyébként, néhány szót írok róla nektek a leírásban, remélem halljátok, amit mondok, mert ez egy nagyon izgi dolog, de nem ez a mai napunknak a fő témája. Szóval már itt bent ülünk a székbe, Viviennek már a hajszárítás részénél tart a dolog. Aha, ott látjátok. És végül is most egy ilyen frissítővágás következik mind a kettőnk számára, ami az én hajamra konkrétan nagyon-nagyon ráfér már. De ne aggódjatok, nem ez a végleges eredmény. Most egyelőre fel van kötve a hajam, ugyanis jön a smink részleg, és mivel én előbb készen lettem, mint Vivien azt hinnék, még itt az alkotás zajlik a háttérben, ezért én útra kelek az emeletre, és majd utána csatlakozol hozzám. Hú, de szép! Na, nézzétek! Tudod, tovább a sembóságot tudom, hogy wow. Tudod, merre kell menni. Fú, ez nagyon érdekes ez a besütési igen, technika. Igen, ez egy lazább besütési technika, inkább ilyen tengerparti, ilyen lazább hatás. Te gyönyörű. Ez a természetellenes. Nagyon szép. Na jó van, Vivien, akkor fent találkozunk, jó? Azt a mindenit. Hú, de izgi. Mennyi cucc. Most értünk a sminknek ahhoz a részéhez, amikor is a szemöldök formázás történik, és én már mindig is ki akartam próbálni egy ilyen sablonformával történő, igen, ez a jó szó, szemöldök formázást, és most ez történik. És jó, és le is esik. Igen, és ez lesz az én formám. Kíváncsi vagyok, hogy még lesz. Igen, megnézzük, hogy ez lesz. Igen, ez egy bolt típusú, itt ugye mindig azt kell megnézni, hogy az előtti szemöldök forma az milyen. Tehát nagyjából egyébként az alsó vonalon látod, az illeszkedik, tehát ez például neked tök jó lesz. Ugye ezek a formák, ezek nem arra valók, hogy ez adja meg a szemöldöködnek a formát, hanem csak, hogy nagyon egyszerűen fel tud tölteni a szemöldöködet, a sűrűnek
nézzen ki. Úgy szoktuk csinálni, hogy az alsó vonalhoz igazítjuk. Most pont szerintem kitakarom. A dolgot, és ugye látod, hogy egy mozdulattal én az elejét már úgy fel tudtam tölteni neked, hogy nem egyesével kell a szálakat beletolgatni, és a végén már nyilván csak saját formára kell igazítani a... Durva. Ezzel sok időt lehet spórolni, nem? Nagyon. Úgy látszik, ma tényleg ilyen nagyon durva rejtett kívánság műsor zajlik itt, ugyanis az airbrush-sal való alapozás szintén egy olyan volt, amit mindig ki akartam próbálni, de most Vivian lesz az első áldozat, aki láthatja a dolgot. Ezt fogod érezni egyébként, de ezen kívül semmit, tehát hogy... Wow. Kicsit elfogod nekem a hajat, mert... Annyira vékony, szinte láthatatlan ez a permet. Hihetetlen. De kis bőrhibákon lehet látni, hogy például ott az a tehető. Tényleg, aha. Wow. Csikis? Igen. Nekem lehet. Hát ez több mint izgalmas számomra. Ez mágia. Na de, amíg még Vivian itt átalakulod, megmutatom nektek, hogy az én sminkemben többek között ez a világos Chanel szín is benne volt, illetve egy megpalettából kaptam egy nagyon szép bronzos vonalat, de azt most itt utána nem tudom megmutatni nektek, de hát mi egy erős sminket akartunk, szerintem megkaptuk. Drámai lesz, persze akkor lesz igazán szép, amikor az alapozó is rajtam lesz, mert most ez a fekete vonal is jobban kiemeli a vörökséget így a fejemen. De tudni szép lesz a végeredmény. Olyan vagy, mint egy porcelán baba. Jó, most már következő csoda. Az airbrush-sal, az airbrush-sal gyönyörűen lehet kontúrozni. Airbrush kontúr. Hát én ezt ezerszer láttam már videókon, de soha nem hittem, hogy sikerül így élőbe is megtapasztalni. Most nézzük a kontúrt. A sminkünkkel is megvagyunk, egész vadulás történt itt az arcunkon, és most már a hajformázásnak az utolsó momentumai történnek. Ezt a csajt, ezt a dögös csajt nézzétek. Imádom a hajat, brutális. És a sminket is. Köszönjük szépen a frizurákat, a sminkeket, az enyém még az utolsó touch-upra vár, de mindjárt megvagyunk. Történt egy kis, ezt mindegy adjuk. De mit csináltam? Igen. Csináltam most minden. A csat, az minden a csat hibája. Hú, tényleg értem. A számon egy titkos tuc van. A számon egy titkos tuc van, ami egy kicsit így megduzzasztotta az ajkaimat, és érzem, ahogy így még mindig bizsereg. Nagyon durva. Egy kicsit módosítottunk a programon. Amit eredetileg terveztünk, azt így most szépen félretesszük, és inkább egy kicsit szeretnék kedvezni Viviannek, és elvinni azokra a helyekre, amelyekre igazán szeretne itt Budapesten, többek között a Lássűzletbe is. Ilyen meglepő. Úgyhogy most éppen itt nézelődünk, aztán pedig a Frukkolába megyünk kajálni. Telettük magunkat. Talán a probléma az az volt, hogy sokkal több ilyen szuper egészséges juice-t ittunk, mint rendes kaját ettünk. De annyira finom volt, hogy így nem tudtunk leállni vele. Az enyém az a szokásos pörkölt koktél, én csak így hívom, ez az ananász, koriander, citrom, narancs, nem tudom, mi minden van benne. A Vivié pedig kesudiós, banános, dantojás, igen, szóval ilyen mindenes. És most éppen rúzsozás folyik. Kicsit felfrissítik a sminket. Jó illatú? Uh-huh. De ennek a tésnek másért van, mint ennek. Tényleg? Az hogy lehet? Nem tudom. De komolyan, ennek ilyen erőteljes. Neki mind a két oldal ugyanolyan. Karácsony. Mert az itt szabad. Na vagy. Ennek ez a tipikus... Karácsony. Vagy semmi. Tényleg? Az hogy lehet?
Nem tudom, lehet, hogy különböző hajsprét használtam. Egyébként a rúzsmár rajtad is van. Igen, igen. Végre egy rúzsmániás. Hihetetlen, annyira örülök neki a mai napon, ahogy így együtt töltöttük a délutánt lassan estét, vagy háromszor került három különböző rúzs ugye a Vivien ajkaira, szóval én ezt nagyon-nagyon tudom értékelni. Igazából, ha a reggelibe számít, amiben jöttem, akkor négy. Ja, bocs, akkor négy. Akkor négy. Hát nem semmi. Egyébként van egy kis ajándékom számodra, ilyen elő Mikulás ajándék. Egy kis eucerin ajándékcsomag, remélem, hogy örülsz, és így most áttolom neked a te térfeledre a termékeket. Nyomsz egy unboxingot, Tom? Persze. Unboxingot. Gyors van unboxing. Van egy akvakolinos arckrém. Így van, egy arckrém. Egy arckrém. Nagyon kíváncsi vagyok. Na, ez az ízgé, ez a szem alatti karikás. Igen, igen, erről már meséltem a Vivienne-nek. Igen. Nagyon kis különlegesség. Igen, tehát ahogy felviszed a terméket, közben így ne zajongjatok. Szóval közben így hűsíti a szem alatti területet, szóval ettől egy kicsit jobban fel tudsz frissülni, meg csökkenti a puffadást a szem alatt. És az utolsó pedig egy micellás víz, ami nekem tökéletes, mert éppen fogjuk az aktuális. Egyébként ugye a tudatos bőrápolások nálad mennyire ténylegesen tudatos? Szóval, hogy van olyan momentum az arcápolásodnak, amit semmiképpen sem hanyagolnál el, vagy hagynál ki? Természetesen a legfontosabb az a sminkremosás, amit nem soha. De nekem az arckém is kell minden este, főleg tél időszakban végképp, mert az én arcom húzódik meg, ez kellemetlen. És mennyi vizet szoktál fogyasztani? Ó, én arra évek után figyelek. Tényleg? Két literes vízajáró soriba. Aj, de kis ügyes. Igen, na, az muszáj, mert akkor megiszom, látom ott a szemem előtt, és akkor felisszom a vizet. Mert mondjuk ezeknek a termékeknek tényleg az ilyen különlegesség, hogy így belülről próbálják az arcbőrt hidratálni, vagy itt helyre rántani. És hogyha mondjuk van egy ilyen ügyes, okos személy, aki tényleg megisz a napi 2 liter vizet, akkor még jobban rá tud segíteni így a belső hidratálásra. Szóval gratulálok! Köszönöm! És anyukád ismételtem. Majd mindent felveszem. Szeretne valami fontosat mondani? Hát én remélem, hogy be fognak válni neked a termékek, és örömmel fogod használni. Nekünk sajnos lassan el kell köszönjünk egymástól. Én most Vivient elkísérem a vonatállomásra. És ő szépen hazautazik, jó messzire egyébként. Úgyhogy kitartást a vonatúthoz. Köszönöm. Viszont szeretnénk megköszönni az EU-szerűnek ezt a mai napot, és hogy én külön köszönöm, hogy találkozhattam Viviennel. Köszönöm. Úgyhogy köszönjük nektek is, hogy itt voltatok. Hú, mennyi köszönöm van ebben a videóban, de tényleg nagyon boldog és hálás vagyok, hogy ennek így a részese lehettem én így a mai napon. Szóval hamarosan találkozunk egy friss videóban, addig is legyen szép napotok, és tessék pezsegni. Vivien, neked is tessék pezsegni. Tessék pezsegni. És hamarosan egy új videóban látjuk egymást. Sziasztok! Sziasztok!